A városi Valentin nap megrendezésére első alkalommal került sor, ahol nem csak a szerelmesekre, hanem a még párjukat keresőkre is gondoltak a szervezők. A városnak nem volt még Valentin napja, és a környező városokban akár, vagy nagyobb városokban már van ilyen Valentin napi rendezvény, és hogy Tatabányának is legyen egy Valentin napja. Nem volt egyszerű megszervezni, hiszen sok iskolában például ma van a farsangi bál is, de ahhoz képest nagyon sokan eljöttek. 3, 2, 1! A rendezvény megnyitójaként 350 héliumos lufit eresztettek szélnek. Ezután mindenki kedvére válogathatott a különböző programokból. Ezután van egy filmvetítés, karaoke, rapid randi, az itt látható üzenőfal is például, és még egy egyéb összehozó programokkal várjuk a kedves vendégeket, vártuk. Bár a Valentin napot a legtöbben amerikai ünnepnek tartják, eredete az ókori Rómáig nyúlik vissza. Az ókeresztény szent volt Valentin, azaz Bálint, és igazából a szentekhez csodák fűződnek, illetve hát nagyon fontos, különösen az ókeresztény szentek esetében, a vértanúság. És ugye Bálint egyrészt vértanú szent volt, aki a hitéért szenvedett, és ugye az egyik legenda szerint akkor megtérítette volna a börtönőrnek a lányát, illetve a másik legenda szerint viszont egy pogány fejedelemnek a vaklányát gyógyította meg, és ezért a pogány fejedelem aztán hit Krisztusban. Tehát igazából maga a név nagyon régi, ősi és nagyon régi hagyományok fűződnek hozzá. A magyar néphagyományban a Valentin napnak nincsen igazából hagyománya, de például Bálint Sándor néprajzkutató úgy gondolta, hogy lehetett. És abból gondolta, hogy rendkívül népszerű volt ez a név, tehát a középkori forrásainkban nagyon gyakorian előfordul. Ugye a kiváló magyar költőnk Balassi Bálint is ugye ezt a nevet viseli, tehát elképzelhető, hogy a népszerűség azt is jelentette, hogy ehhez, tehát ugye patrónus, ugye védőszent volt Bálint is, hogy ehhez valamiféle ilyen hagyomány kapcsolódhatott.